Amikor felhívtam önt, hogy szeretnék interjút készíteni, azt mondta, hogy hívjam kicsit később, mert éppen a, a szinkronban van. Mi a főiskolán már tanultunk szinkront. Az a legnehezebb filmeken. Ingmar Bergman jelentek egy házasságból, az a lélek legmélyebb bugyraiba hatol be, és ilyen filmeken tanultunk. Vas János volt a szinkron tanárunk, nagy tiszteletű szinkron rendező volt. Jóval később rájöttünk arra, hogy ez mennyi mindenre használható. Ugye borzasztóan gyorsan kell egy szinkronban reagálni, szélsőséges érzelmekre akár. Tehát a szakma csinyát, bényját, annak egy részét, azt ott maximálisan meg lehet tanulni. Miben különbözik, amikor egy teljes karaktert kell önnek megformálni a színpadon, és milyen az, amikor csak hanggal játszik az ember? Van egy kult film, nagyon sokan nézik, ez a V for Vendetta, V, mint vérbosszú című film, ahol egy merev vállarch mögött játszik a főhős ráadásul klasszikus idézeteket mond, ráadásul nagy színész válogatás, úgynevezett casting volt rá. Nagyon sokat lehet abból tanulni, ha jó a színész, akit szinkronizál az ember, de ugyanilyen sokat lehet abból is tanulni, akkor már önmagától tanul az ember, hogyha nem elég jó. Ugye azért nem egyszer, nem kétszer fordult elő az én pályám folyamán, hogy latin-amerikai sorozatokban kellett főhősöknek magyar hangot kölcsönöznöm, és hát ott olyan nagyon nagyon szélsőséges érzelmek nyilvánulnak, meg szoktam mondani viccesen, hogy amikor még a homloka is könnyes a főhősnek, akkor nehéz emberi hangot vagy emberi karaktert kölcsönözni a figurának, tehát valahogy visszahozni a földre ezt a ezt a szélsőséges megnyilatkozást, amit ugye a latin amerikai kollégák mutatnak. Nagyon nagy hasznát vettem, hogy hogyan szólal meg egy ember, egészen másképpen szólal meg, mondjuk a Víg Színház színpadán, ahol nekem másfél évtizedig volt szerencsém játszani például a Padlás című műzikelben, vagy pedig egy kis stúdiószínpadon. Egyfajta magabiztosságot azt például a szinkronnak köszönhetem most mit szól ahhoz, amikor bekapcsolja a tévét, és esetleg az ön hangja köszön vissza egy külföldi sorozatban? Minél régebbi a szinkron, annál viccesebb. Tehát egész fiatalkori szinkronok, azok számomra legalábbis megmosolyogni valók. Számtalanszor fordult elő velem az, hogy leültem, megnéztem egy fiatal, Na, mondom, ennek érdekel a témája. Jó? És akkor bemondták az elején, hogy a főszereplő a magyar hangja Luxádám. És most néztem nagyokat, ezt az embert én soha életemben nem, ez nem létezik, hogy és végignéztem a filmet, drukkoltam, hogy nem tudom én mi, mi ne történjen éppen a főhőssel, semmire nem emlékeztem. Voltak kedvenceim, amit a mai napig is ismételgetnek különböző csatornákon, Na, az is egy ilyen lelkizős típus, például ez a mentalista, ugye, aki mások lelkében vájkál, és ebből következtet, és, és az egy, az egy zseniálisan jó színész, ez a Simon Baker nevű, jól mondom, Ausztrál színész. Nagyon-nagyon nagy élvezet volt őt játszani. Kenneth Branagh, Shakespeare és egyéb művekben is nagyot alakít. Nekem többször volt szerencsém őt szinkronizálni, és nagyon élveztem. Vagy egy-két filmben Johnny Deppet szinkronizáltam. Remek, különös, furcsa, titokzatos, nagyon jó színé. Kicsit borzasztóbb a téma, a gyilkos elmék című sorozat, de az is egy borzasztó míves munka. Ugye ez sorozat, gyilkosokról szól, és egy nyomozó csoportnak a vezetőjét szinkronizáltam benne. Tomás Gibsonnak hívják a színészt. Zseniális, remek, első osztályú színész, és nagyon-nagyon sokat tanultam is tőle itt az évtizedek alatt, amíg szinkronizáltam őt. ön szinkronizálni? Nagyon, nagyon. Az említett dolgok miatt nagyon szeretek. Nagyon nagy kihívás az. Azt megmutatni 8 óra 15 perckor, hogy a főhős éppen most vesztette el a feleségét, anyukáját, gyerekét, és látom a vásznon, hogy ez egy csodálatosan szépen megmutatott jelenet, ehhez fölnőni, és erre pillanatok vannak, az egy nagyon komoly szakmai kihívás. És ha sikerül, akkor az nekem nagy öröm, nagy boldogság. Az életem is összefonódott a szinkronnal a szó legszorosabb értelmében, hiszen a feleségem Pócsik Ildikó szinkronrendez ő, őt is a szinkronban ismertem meg. Abban vagyunk nagyon rokon lelkek, hogy ő is szenvedélyesen szereti a munkáját. Otthon is szoktak szakmázni? Ritkán, ritkán, így kimondottan nem, viszont az elkerülhetetlen, hogy nézzünk együtt egy filmet, egy társaságban, és akkor csak néznek ránk a többiek, hogy akár az Íri, akár én, hogy azt mondjuk, hogy hoppá, huha, jújúj, júj. És akkor mondják, hogy mi van, mi van. És akkor mi látjuk, hogy egy-egy kiállás nem pontos. Olyan azért előfordult, hogy az Ildi szereposztásnál engem kért meg, hogy mondjak már neveket. És akkor én ilyenkor nagy-nagy színész ügynökké lépek elő, mert hiszen nagyon sok színésszel dolgozom most is. Akkor egyszer csak mondom neki, hogy te, én most szinkronizáltam egy fantasztikus fiúval, lányjal is, bárkivel, és hogy a követlenül hívjad. És akkor így, így egy kicsit ügynökösködünk is szónak a szép értelmében. Együtt már dolgoztak egyébként, tehát egy konkrét nyilván. Most... Igen, 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 igen. Előfordul, az Ildi nagyon visszafogott ez ügyben, tényleg csak akkor szokott rám bízni munkát, hogyha nagyon való nekem. Szóval egy ilyen viccesebb sorozat, és ott volt egy nagyon szélsőséges karakter. És hát mindenkire gondolt már, de nem ért rá a színész. Szóval. Csak a negyedik, ötödik szerepotása kétségbe esettem fordult oda hozzám, hogy akkor meg tudnád te csinálni, mert tudom, majd ráérsz, akkor ugorj be, légy szíves ebbe a füge. És akkor megcsináltam, és életem egyik legnagyobb sikere volt a magyar szinkron miért ilyen sikeres? Miben látja a sikerét? Talán abban, hogy, hogy, a legkiválóbb színészek szinkronizálnak. Ez külföldön másképpen van, de talán ez lehet a kulcsa a különbségnek. Vagy, vagy ez lehet a kulcsa annak, hogy Magyarországon tényleg magas színvonalú a szinkron. A magyar színésztársadalom nem minden tagja duskál. Szerepekben sokon közülük nehéz körülmények között él. Az ő megsegítésükre gála estet szerveznek április 26-án 18 órakor a József Attila színházban, és ön lesz az est egyik házigazdája. A pályán nehezebben boldoguló, akár egészségügyi, akár kor miatt anyagilag nehezebb helyzetben lévő színész kollégáink javára folyik a gyűjtés, és amikor felkértek a szakszervezet részéről, hogy legyek az egyik műsorvezetője az estnek, boldogan mondtam igent egyetlen egy kérésem volt, amire meg ők mondták, hogy boldogan, hogy ne csak műsort vezessek, hanem mondhassak is majd ott el egy verset. A magánéletemben is igyekszem mindig odafigyelni azokra, akik körül, a környezetemben azt látom, hogy, hogy idősek, betegek. Édesanyám volt ilyen, ezt tőle örököltem, ő már rég nyugdíjas volt, és nehezen mozgott, de ment, és vitte a ebédet a barátainak, barátnőinek. Fantasztikus ember volt anyu. Úgyhogy próbálok én is így élni, és, és ennek egy része ez a jótékonysági est. ma amin végtelen boldogsággal veszek részt, és hát egy gyönyörűséges verset fogok elmondani, pont az anyu emlékére. Csukás Istvánnak van egy nagyon-nagyon szép verse, az a cím, hogy Isten kevett értedre édesanyámat, azt fogom akkor ott előadni.